Kedves nézőink, köszöntöm Önöket Dombegyházáról, az Agrofel Kft-től. Kedves Balázs, nézzünk meg egy kis filmet, amely az Ön édesapjával, Dorsi Nyec Jánossal készült 2012-ben. Kedves nézőink, a görögdínye Afrika déli részéről származó növény. A görögdínye született már 5000 évvel ezelőtt, Egyiptomban festményeken megörökítették. Ezt a növényt gyakran helyezték el, még a fáraók sírkamrájában is, élelemként a túlvilágra. A 10. században már termesztették Kínában is, amely ma a világ legjelentősebb görögdínye termesztője. Európában a 13. században kezdte el hódítani útját. Manapság elsősorban a kitűnő íze és cukortartalma miatt kedveljük. A benne lévő vitaminok nem bírnak nagy jelentőséggel, a víztartalma eléri a 90-95%-ot, így a fogyasztásával a szervezetbe jutó víz a veseműködést előnyösen befolyásolja. Régebben vizelethajtó tulajdonsága miatt gyógynövényként is emlegették. Fontos a dinnyék nyers rostartalma is, mely elősegíti a vastagbél működését, javítja az emberek közérzetét. A dinnye ennyi jó tulajdonsága után engedjék meg, hogy bemutassam Önöknek Dorsi Nyec János ügyvezető igazgató urat Dombegyházáról, aki már a Kurca TV nézői előtt nem ismeretlen, hiszen egyszer már nézőinknek bemutatott egy nagyon gazdaságos kazánt. Kérem, vezessen be bennünket a dinnye termesztés titkaiba. Pontosan 10. éve, hogy elkezdtük a görög és sárga dinnyének a termesztését. Először 30 hektárral kezdtünk, és jelenleg 85 hektár görögdinnyénk van, és 5 hektár sárga dinnye, amit csak fólia alatti termelésben csinálunk. Milyen ár várható ebben az évben? Hát a dinnye szezon indulásakor viszonylag kedvező árak alakultak ki. Az, hogy az elkövetkező időben mi lesz, hát én még jós nem vagyok, még sose jött úgy be, ahogy én gondoltam. Köszönöm a beszélgetést! Ön mikor kapcsolódott be a dinnye termelésbe? 2004-ben kapcsolódtam be a termelésbe. Az volt az első nyaram, amikor még akkor idényszerűen nyaranta voltam lent a egyetem mellett a gazdaságba, és utána ez körülbelül 10 éve már most állandósult jelleggel itt dolgozok. Biztosan mondhatjuk, hogy Önök termelik a legzamatosabb és a legédesebb dinnyét. Kérem, árulja el a nézőknek, mi a titok? Ugyanabból a vetőmagból, ugyanabból a palántából, hogy lesz zamatosabb az Önök dinnyéje? Hát örülök, ha így gondolják. Hát igyekszünk mindig a legkorszerűbb technológiákat alkalmazni, valamint műtrágyákba is, valamint alanyválasztásokba is az oltásnál olyan fajtákat választani, amik nem csak a termésmennyiséget, hanem az ízvilágot is kedvezően befolyásolják. Milyen fajta dinnyéket termelnek? Elsősorban továbbra is magnélküli fajtákat termelünk, fekete héjú magszegény, sárga húsú magszegény, emellett van egy baby dinnye, egy ilyen 1-2 kilós dinnyefajtánk, egy ilyen desszert dinnye. Ezek a főfajtánk, és akkor emellett porzóként van még mini dinnye, valamint ilyen kisebb testű magvas dinnye, amiket termelésbe veszünk. Előző riport alkalmával említette, hogy az export egy része a visegrádi négyek országába kerül értékesítésre. Befolyásolja a megváltozott politikai környezet az értékesítést? Alapvetően ilyen gazdasági kapcsolatokban nem tapasztalunk ennek hatását most. Kérem, mondja el a nézőknek, évente hány tonna dinnyét termelnek, ebből mennyi megy belföldre, illetve exportra? Hát saját területen egy körülbelül 5 millió kiló görögdinnyét termelünk, valamint integrációba ez még egy ilyen 12 millióval bővül, tehát összességében egy ilyen 17 millió kiló görögdinnyét forgalmazunk. Ennek az export hányada az körülbelül egy ilyen 40-50%, ez az évjárattól függ. A belföldi áruházláncokban hol található meg az Önök dinnyéje? Belföldi áruházláncokban elsősorban a Spar és a Tesco üzleteibe találhatják meg. Ez az aszályos év hogyan érinti Önöket? Hiszen köztudott, hogy a dinnye szereti a meleget, de nem túlzás ez már egy kicsit? Hát az aszályt a görög dinnyénél tudjuk, ugye eleve a dinnyénél talán jobb a vizet pótolni, mint elvenni. Ez a kisebb gond, a gazdaság más területein ott nagyon komoly gondot okoz az aszály, valamint a növényeknek az öntözése.
Ez a 35 fok fölötti időt ezt már nem szereti a görög dínyese, ott már egy ilyen stressz körülmények közé kerül, és az nem jó hatással van a termés mennyiségekre. Hogyan van megelégedve az öntözési lehetőségekkel? Tudják-e fejleszteni, illetve hány százalékát tudják öntözni a területnek? Hát a görögdínya területnek a 100%-át tudjuk öntözni, egyébként a területeinknek körülbelül egy ilyen 70%-a öntözött. Nagyon-nagyon nehézkesen fejleszthető, de minden évben nagyon nagy figyelmet és energiát fordítunk arra, hogy az öntözési lehetőségeket bővítsük. Honnan kapják a vizet? A vizet furt kutakból vesszük, valamint a marosból kapunk vizet Romániából. Tehát van lehetőségük bővíteni, újabb telepeket létrehozni? Jelenleg úgy néz ki, igen, tehát most egy ismét, ugye tavaly évben, az előtt évben is fejlesztéseket végeztünk el. Ez az év is azt mutatja, hogy ezen az úton tovább kell haladni, és tervezzük is az idei ősszel, valamint a jövőben is a fejlesztést. A dinnye köztudott, hogy szereti a szerves és a műtrágyát. Ezeknek az ára viszont többszörösére emelkedett. Tudják-e érvényesíteni az értékesítési árban ezeket a költségeket? Próbáljuk, hát több-kevesebb sikerrel. Tehát valamilyen fokig sikerül, de mint az összes többi kertészeti terméknél is, ugye nincs előre eladva a termék, hanem mindig aktuális európai piaci áron vagy a közelébe kell értékesítenünk, tehát nagyon nagy a nyomás a fogyasztói oldalról, hogy az áremelkedéseket korlátozzák. Történt-e változás a szállítás, fuvarozás, megrendelés területén, és hogyan lehet kezelni ezeket a helyzeteket? Komoly változások történtek, már tavaly elkezdődött ennek egy ilyen hiány kialakulása, tehát sokkal nehezebb szállítójárművet kapni itt a nyári időszakra, valamint egész évben is. Ugye itt a nyáron elég sok kamiont meg kell mozgatnunk, mind belföldi, mind export destinációkra, és amíg eddig ez ilyen egynapos átfutásokkal sikerült leszervezni a 3-4-5 évvel ezelőtt, addig most sokkal előrébb kell terveznünk, hogyha biztosítottnak akarjuk tudni a szállítójárművet, valamint ez tükröződik az árba is, hogy nem csak évről évre, hanem most már hónapról hónapra, meg hétről hétre is egyre drágábbak a fuvarok. Az uniós növényvédelmi szabályok szigorítása érinti-e a dinnyetermesztést? Érinti, tehát szinte az összes kultúránkat érinti. A dinnye az kiskultúrás növény, tehát itt eseti engedélyekkel jelenleg még megoldható a termesztés, de évről évre ez nehezebb, és hogyha ez a folyamat, amit most látunk, ez fönnmarad, ez hosszú távon fogja nehezíteni és drágítani a termesztési folyamatokat. Ugye a kivont szerek általában olyanok, amik viszonylag bejáratottak és kedvező áron hozzájuthatók, még a helyettesítő szerek pedig nagyságrendel drágábbak szoktak lenni. Ön hogy látja, növekszik vagy csökken a dinnye termesztési kedv? Folyamatosan csökkent, tehát a tavaly évről az idei évre is volt egy nagyobb területcsökkenés. Arra számítunk, hogy ez a folyamat az elkövetkező években se fog megállni. Itt a jövedelmezőség is egy nagy kérdés, de a legaktuálisabb probléma az a munkaerő ellátottság, munkaerő hiány, valamint a rendelkezésre álló munkaerőnek a minősége, hogy mennyire tudják ezt a folyamatot levezényelni. Tehát én úgy gondolom, hogy komoly csökkenésre számíthatunk még az elkövetkező 3-4 évben. Hogyan van megelégedve a dinnye értékesítési árával? Vegyes érzelmeim vannak vele kapcsolatban. Ugye tavaly árnál szerencsére jobb árakon sikerült dolgoznunk, viszont a már említett fuvarban, mind munkaerőben, mind csomagolóanyagban, valamint maga a termelésnél, amit említettünk, műtrágya, vegyszer, fóliák, csepegtetőcső, tehát minden olyan mértékben drágult, hogy ez kompenzálja, de nem az előző évekhez képest profit nem, hogy nőtt volna, hanem inkább csökkent a termékem.
Az orosz-ukrán háború hogyan befolyásolja a dinyepiacot? Ugye egy hozományként arra számítottunk, hogy Lengyelországban sok ukrán-görög dinnye érkezik egy általános évben, hogy ez az idejében csökkenni fog. Nem igazán látjuk ennek a hatását a piacokon. Ugye növekedett, hogy valamennyit növekedett ár miatt, ugye a fogyasztás is valamennyit visszaesett, az egy főre jutó fogyasztás. Lehetséges, hogy emiatt nem érződik az, hogy kevesebb dinnye van egész Európában. Köszönöm szépen! Köszönöm! Kérem, mutatkozzon be a nézőknek! Szép napot! Kotrocó József vagyok, és a Dombegyházi Eurotésznél én végzem a minőségi ellenőrzést, valamint a felvásárlást. Kérem, mondjuk el a nézőknek, hogy milyen fajta dinnyéket láthatunk itt. Itt most egy stáli görögdinnyét láthatunk, ez egy magszegény görögdinnye, valamint itt mellette pedig egy gembély típusú magvas görögdinnyét láthatunk. Miből lehet megállapítani ez az örök sláger kérdés, hogy érett egy dinnye? Hát én azt mondom egyébként, hogy a laikus szem az szerintem nem bírja megállapítani azt, hogy egy görög dinnye érette vagy sem. Ezt én azt mondom, hogy ez bízzák itt ránk, ezért a Lidlnek, tehát a Spárnak, valamint a Tesco-nak is mi csomagolunk ott. Amennyiben Dombegyházi Eurotészes címkét látnak, az biztosnak lehetnek abban, hogy az egy érett görög dinnye lesz. Érkezett most egy újabb fajta dinnye. Milyet is láthatunk? Ez most egy sárgabélű magszegény görögdinnye. Ez ízre lényegében hasonlít a pirosra, de mégis egy egzotikus íz biztosít a vásárlóknak. Erről talán annyit lehet tudni, hogy tehát kinézetre ugyanúgy néz ki, mint egy magvas görögdinnye, de ugye, mint látjuk a belsejét, az mégis egy teljesen más dolog. Valamint itt még láthatunk egy baby dinnyét, ezt is szintén akármelyik áruháznak a polcán meg tudjuk találni. Ez inkább arra mondanám, tehát, hogy ez egy teljesen más élmény nyújt, mint egy magvas görög dinnye, de mégis valamennyivel más. Én azt mondom, meg kell kóstolni, és mindenképpen a magyar dinnyét. Riportunk előtt említette, hogy mérik a dinnyék cukorfokát. Hogyan működik ez a műszer? Ez egy refraktométeres műszer, amit itt láthatunk, és hát ez lényegében a cukorfokot méri meg a görög dinnyének. A hazai áruházak azok tízes cukorfokot állítanak be tehát a legalapvetőbb szintnek, és itt mindjárt meg is mutatom, hogy ez lényegében egy kicsit megfacsarjuk a görög dinnyét, adunk neki egy kis árnyékot, működik, és ennek például hogy látható, hogy egy 15,8-as százalékú cukorfoka van, ami több mint kielégítő. Itt vagyunk a csomagoló üzemükben. Milyen munkafolyamatokat láthatunk? Itt jelenleg most a csomagolás zajlik. Itt láthatóan ahány asztal, annyiféle méret szerint osztályozzuk a görögdinnyét. Itt például most, amit a kamera mutat, tehát ez egy 3-tól 6 kilóig, ott pedig egy 6-tól 9 kilóig csomagolunk, de ez egyértelműen amilyen az áruháznak az igénye, vagy a vevőnek az igénye, mi úgy intézzük a csomagolást. Változtak-e a vásárlási igények a csomagolást illetően fajta választásban? Azt lehet mondani, hogy hála az égnek nem változnak, maradjon is így, és mindenképpen csak a magyar dinnye. Kérem, mutatkozzon be a nézőknek, honnan jött és mióta dolgozik itt. Köszegi Lejlának hívnak, és Batonyáról. Mióta dolgozik a cégnél? 5. napja. Megvan elégedve a munkájával? Igen. Köszönöm szépen. Ön mióta dolgozik a cégnél? Hát tavaly is voltam, az idén is első, persze másodikán kezdtünk, azóta folyamatosan. Özvegy vagyok, egyedül élek, kénytelen vagyok a nyugdíjban dolgozni. És ezek szerint szereti dolgozni? Szeretek, jó a társaság, szeretek. További jó munkát köszönjük kívánunk. Szépen. Ebben a csomagolóban milyen munkafolyamatokat láthatunk? Hát igazából ebben a csomagolóban a kuriózumokat csináljuk, tehát a sárga húsú mini, valamint a baby görögdinnyét csomagoljuk. Látunk itt rekeszeket is. Természetesen igen, tehát ez is a vevő igényétől függvényes, tehát hogy van, amikor ugye rekeszben csomagolunk, és azt mindenféleképpen ezen a szallagon szoktuk csinálni. Köszönöm szépen! Igazán nincs. Kedves nézőink, köszönöm a megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra, és ne felejtsék, kérem válasszák a hazait!